Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Március 16-án, hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják. Az elmúlt hét eseményeinek válogatott összefoglalója következik. Március 9-én, hétfő esti adásunkban számoltunk be az idei Farsangkupáról, ahol több mint 160 felnőtt és tanuló versenyző munkáját tekinthették meg az érdeklődők a gasztronómia legkülönfélébb területeiről. Bemutatkoztak a Neszmélyi Borvidék borai a tavaszi kvaterkán, és Tatán tartották az 55. megyei kamarazenekari fesztivált. Családi sportdélelőtöt szervezett a Kőkuti Általános Iskola, az óvodás gyermekeket várták játékos feladatok. Nem volt elég a tökéletes teríték, az étlaphoz kínált borokat is részletesen kellett ismerniük a pincér kategóriában versenyzőknek a 18. Farsangkupán. Hagyományosan több szakma, így a cukrászok, pékek, szakácsok méretik meg magukat az ország egyik legrangosabb gasztronómiai szakmai bajnokságában. A fejlődésre természetesen nem csak a már szakmában dolgozó gyakorlott versenyzőknek, hanem a tanulóknak is lehetőséget adnak. Büszkék vagyunk arra, hogy a kezdetektől körülbelül olyan fele-fele arányal jelentkeznek a versenyünkre, mind a fiatalok, mind a felnőttek. Ez azt gondolom, hogy nagyon jó, hiszen nem uralkodik egyik a másik felett, tehát ugyanúgy a fiatalok is meg tudják mérettetni magukat a saját korosztályuk belőjekkel, és a felnőttek is látnak ugyanúgy továbbra perspektívát abban, hogy kipróbáljanak újakat, megjelenjenek. A Farsangkupán számos olyan versenyző járt már, akik azóta olimpiai és világversenyeken aranyéremmel büszkélkedhetnek, hiszen a verseny kritériumai napra készek az aktuális nemzetközi trendekben és elvárásokban. Sokan ezért évről évre visszajárnak. Ez a második, az elsőt tanulóként indultam, idén sikerült elindulni úgy, hogy rendes szakács felnőtt kategóriába. Nehezebb volt egy ötfogásos mennisort összeállítani, mint egy háromfogásosat, nehezebb is volt kivitelezni, de a kollégáim segítettek, és támogattak mindenben. A versenyzők munkáját a szakma jeles képviselői bírálják, az elvárás magas, a legapróbbnak tűnő hibákért is lehet értékes pontokat veszíteni. Nagyon sok mindenre kell odafigyelni, főleg ugye az arányokra, versenykiírásban is benne van, hogy például a finger foodoknak mekkorának kell lennie gramra pontosan, tehát azért ezekre illik odafigyelni és le is lehet mérni. Megpróbáljuk itt az ízeket is azért összerakni, tehát kiírják a menüsort, hogy mit mivel párosítanak, hogy próbálják összehozni a hőkezelésekre, húsoknál, hogy rózsaszíne, túlkészült, tehát azért látszik minden fogáson, az arányok, hogy mennyire életszerű, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy életszerű legyen. Az ételköltemények a cukorvirágok kivételével minden részükben ehető alapanyagokból készültek, még azok a szobrok is, amelyekről ezt nehéz elhinnie az egyszerű látogatónak. A szőlőszólót édesapámról mintáztam, mi ugye Dunalmáson lakunk, édesapámnak Neszmélyen van szőlője, egész gyerekkoromban Tímföldgyárban játszott, szaxofonon játszott és klarinéton, és ezért az ő figuráját készítettem el. A figurának az egész alapanyaga tragantból, tehát porcukor és zselatin keverékéből készült, tehát belül is ugyanúgy édes, édesapám. A szervezők szerint a kiállított munkák színvonala több kategóriában is látványosan emelkedett idén. A zsűri 60 aranyérmet, 33 ezüstérmet és 25 bronzérmet, valamint 7 oklevelet osztott ki a versenyzőknek. A térség meghatározó borászataival és kisebb családi pincészetekkel is lehetőség nyílt a találkozóra, na meg persze a kóstolásra a vendégeknek a tavaszi kvaterkán. 25 termelő mutatta be büszkeségeit az érdeklődőknek a 10 boltíves történelmi bárteremben, az Eszterházi pezsgőgyár falai közt. Részt vettünk a szakmai borkóstolón, és csak a legjobbakat tudom mondani. Itt voltam az első kvaterkán, meg a másodikon, aztán kimaradt 2 év, és most újra jöttem. És hát én nagyszerű dolgokkal találkoztam, hogy ennek a közösségnek milyen ereje van, hogy ennek a tájnak a kulturális és természeti értékeiből nagyot alkosson, és a legjobb úton halad ebben, mert már kész termékeket, tehát elképzelésekből született kész termékekkel, már ugye kiforrottakkal, és nagyon jó kísérleti stádiumban levő
termékfejlesztéssel és portéka fejlesztésével találkoztunk. Látványos a minőség fejlődése, hangsúlyozták a szervezők. A borászok országos és nemzetközi viszonylatban is egyre szebb eredményeket érnek el. Közepes méretű borvidék a Neszmélyi, egészen Ászártól a központi Tata környéki területeken át Kesztölcig tart, rajta pedig egyre többen kezdenek nem csak fejlesztésekbe, hanem kísérletezésbe is különlegesebb fajtákkal. Összesen 14 fajta, amivel foglalkozunk, és talán a feldolgozás technológiája, érlelés technológiája is különleges, mert olyan hordozási technológiát használunk, amit mondjuk így, hogy kevesen használnak. Tehát minimum egy év fahordóban, finomseprőn, egy általános dolog nálam, és ami még érdekes, hogy nincsen üres hordónk például, soha. Mert ennek az oka igazándiból, azt szoktam mondani, hogy mindig a mohó termelőnek van üres hordója, mert azt jelenti, hogy meladta a termését. Mi nem így gondolkodunk, mi úgy gondolkodunk, hogy a hordót védjük és a bort védjük azzal, hogyha mindig tele van a hordó. Az a jó, hogy ezt pénzben nem mérjük ezt a dolgot. Tehát, hogyha valakinek van olyan hobbi, hogy vadászik, horgászik, műgyűjtő, mondjuk így, hogy nekünk ez a hobbink. Tehát erre költünk, tehát technológiára is próbálunk költeni, mert a technológia nélkül már nem lehet jó minőségű bort készíteni. Persze ehhez kell egy jó minőségű alapanyag is, ami viszont kéne szőlővedőre. A tavaszi kvaterka már két naposra bővült programját közel 800 látogató kereste fel az idei esztendőben. Nagy hagyományai vannak a kamarazenekari fesztiválnak Komárom-Esztergom megyében, hiszen az idei már az 55. verseny volt. A kezdeményezés egykor az országos verseny válogatójaként indult el, de ma is fontos szerepe van megyénk művészetoktatási intézményeinek éves programjában. A Komárom-Esztergomi zeneiskolák felváltva rendezik. Minden évben önkéntes jelentkezés alapján a vezetők egy értekezleten jelzik azt, hogy most mi meg tudjuk ezt rendezni. Általában úgy, mint ahogy mi is jubileumhoz kötik, vagy valami nagyobb alkalomhoz kötik, és akkor így emeljük még tovább is a fényét a dolgoknak. Igazából itt sem korosztály és sem csoport nincsen így meghatározva, főleg a mai világban már, amikor a kortárs zenében aztán minden hangszer minden először. Ugye régen voltak a vonos négyesek, meg a hasonló hagyományos együttesek, most már nem feltétlenül kötődnek ehhez a kamarazenei csoportok. A fesztivál része annak a programsorozatnak is, amelyet a Tatai Zeneiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából indítottak. A jubileum év kapcsán a zsűri munkájába olyan művészek kaptak meghívást, értékelték a produkciókat, akik a fesztivál történetét, hagyományait maguk is közelről ismerik, hiszen korábban a zeneiskola növendékeként maguk is mind résztvevők voltak. A házigazda fellépői mellett együttesek érkeztek Tatabányáról, Oroszlányból, Komáromból, Mábolnáról, Nyergesújfaluról, Esztergomból és Tátról is. A kamarazene az az örömzenélésről szól, mert a főtárgyórákon elsajátított ismeretekkel szemben itt főleg zenei dolgokról van szó, és ez a Kamarazene Fesztivál is arról szól, hogy nagyon sok helyről összejönnek gyerekek, tanárok, kollégák, és mind a mellett, hogy ez egy kiváló örömzene, illetőleg egy nagyszerű találkozás, amellett mód van arra is, hogy szakmailag egy picit eszmét cseréljünk. Nagyon fontos a kamarazene éppen azért, hogy a gyerekek pozitív élményekkel találkozzanak, szóval egy picit sport hasonlat, tehát van az edzés része, ugye, amikor tanuljuk a hangszert, és maga a játék, az pedig a kamarazene, és ez fantasztikus dolog, és ezekkel az élményekkel felruházva tud a gyerek igazán fejlődni. Tulajdonképpen a fesztiválban az is egy nagyon nagy dolog, hogy sokszínű, és ennek nagyon örülünk, ezt a közönség szokta leginkább élvezni. Nekünk ez egy picit így nehezebb összehasonlítani, de úgy gondolom, hogy ha a produkciót és a gyerekek kiállását, felkészültséget tudjuk vizsgálni, akkor ez tökéletesen sikerülni fog. A Komárom-Esztergom megyei zeneiskolák kamarazene fesztiválján szép eredményeket értek el a tatai hangszeres növendékek. Egy kiemelt arany, 3 arany, 2 ezüst és 2 bronz minősítés született. A sportjátékok sokszínű lehetősége várta a legkisebbeket a Kőkuti Általános Iskola hagyományos családi napján. A közkedvelt kezdeményezésnek két célja van. Egyrészt fontos, hogy a testnevelés tanárok ilyen módon is felmérjék a még óvodás gyermekek állóképességét és ügyességét, másrészt pedig a kicsik is könnyebben beilleszkednek az iskolai légkörbe, ha már nem idegen tőlük a helyszín és a közösség. Hagyomány szerint minden évben van egy ovis halogatója a leendő tagozatos osztálynak. Minden évben újítunk egy-két állomással, de a lényeg az, hogy labdás, szögdelős, kúszós, mászós állomásokat alakítsunk ki,
hogy mindenfajta inger gyerekek kipróbáljanak, illetve tudjanak ilyen kis organikát gyűjteni. Valóban már egy fél éve látom őket, hogy hogyan dolgoznak az óvodákban. Muszáj korábban rájuk nézem, hiszen nem elég az a két alkalom, nem mindig elég a két alkalom, amit a csinálom a képességmérésnél, hogy őket feltérképezzem. Ezért ez a délt igazából csak egy ismétlő jellegű lehet pár ember számára, de a lényeg az valóban, hogy ők is lássák, hogy mi vár rájuk a két felmérésnél, mert lássák a kollégáimmal együtt mindenki, a tanítónak is én is, hogy kiből lehetne osztályt összehozni. A családi napon a leendő osztályfőnökök is izgatottan figyelték a nagy létszámú gyerek sereget, hiszen a részvevő kicsik közül 20-26 fő már a kőkuti elsős osztályait fogják erősíteni. Ez nekem már nem újdonság, mert ez az 5. testnevelés tagozatos osztályom lesz. Mi ehhez hozzá vagyunk szokva, ehhez igazítjuk a matematika és magyar órákat is. Sokkal összeszedettebbek, én úgy gondolom, nagyon jó velük dolgozni. 45 perc alatt sokkal többet meg tudunk velük csinálni, mint más osztályokban, ez a tapasztalatom. Az óvodásoknak szánt programok nem értek véget a családi nappal. Március 10-én ugyanis kezdetét veszi az intézményben az első képességmérés. Megnyílt Milinte Judit fotókiállítása a Magyar Izoltán Művelődési Házban. A tárlata a természet szépségeit igyekszik bemutatni az alkotó szemével. Múlt héten már zajlottak képességmérések a Kőkuti Általános Iskolában. A legkisebbek tehetségüket mutathatták be a különféle sportágakban. Szinte rögtön az adott helyszínre tudta magát képzelni minden érdeklődő, aki megtekintette Milinte Judit a Természet ezer arca című fotó kiállítását. Az alkotások nagy része ugyanis Tata különleges helyszíneit örökítették meg az amatőr fényképész szemszögéből. Igazából 4 éve, hogy nyilvánosságra hoztam így a képeimet, de tényleg így a fotózásról szólt az 5 éve, hogy így belemerültem. Nem tanultam a fotózást, ez teljesen autodidakta módon zajlott nálam. Igazából úgy kezdődött, hogy a gyerekeimnek szerettem volna megmutatni mindazt, amiről ők épp lemaradtak, hogyha óviban voltak, vagy iskolában, és így hazavinni azt, amit én láttam. A természet, igen, ez. Én nagyon szeretem, hát édesapám nevelt bele Isten igazából ebbe, és most tudtam ebbe teljesen belemélyülni, hogy a gyerekek már nagyobbak, és több időm van kimenni, sőt most már, hogyha nincs kedvük, akkor ugye egyedül is kijárok nagyon sokat, úgyhogy ez volt az, ami megindított. Most 17 képet tudtam elhozni, és vegyesen hoztam el mindenből, tehát növények, állatok, illetve naplemente, napfelkelte. Próbáltam minden oldalát bemutatni a természetnek, úgy, hogy láthassa a nagy közönség. A tárlatot Gönczi Mihály nyitotta meg, akinek elmondása szerint nagy rajongója a kiállítónak. Többek között ezért is tartotta fontosnak, hogy szélesebb körben is megismerjék az alkotó munkáit. Amikor Milinte Juditnak az első fotóját megláttam, az egy vadlú csokadalommal kapcsolatos fényképe volt, és azt örökítette meg, amikor a vadludak behúznak a tó fölé. És sok-sok száz, sok-sok ezer vadludat fényképezett le, és azt a pillanatot örökítette meg, ami számomra nagyon nagy hatással volt. És Judit munkásságában azt tisztelem, hogy a természet csodáit a maga szépségében, színeiben, a fényképezőgépe lencséjén keresztül örökíti meg. És ez az alkalom Milinte Judit fotókiállítása. Én nagyon örültem, sőt, nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor Judit felkért ennek a fénykép kiállításnak a megnyitójára. Judit fantasztikus képeket csinál, és a természeti csodákat a maga szépségében, színeiben örökíti meg. Mindemellett még hozzátenném, hogy Judit támogatja az elesetteket, és az első kép az egy jelenleg futó fotóakció tárgya, és egy beteg 2,5 éves tatai kisfiú családja számára ajánlja fel a befolyt összeget a kép licitjéből. Milinte Judit fotóit márciusban még megtekinthetik az érdeklődők a Művelődési Házban.
Már a regisztrációnál hosszú sorok álltak a Kőkuti Általános Iskola idei első képességmérésén. Amíg óvodás gyermekek közül ugyanis közel 30 fő kerülhet be a nagymúltú iskola testnevelés tagozatára, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel egy 9 állomásos, két körből álló játékos délutánon mérték fel a gyermekek kompetenciáit a tornatanárok. Nem könnyű ezt, hiszen egy óvodás gyereket kell felmérnünk 6,5, azon 7 éves korban, de muszáj határt meghúznunk a leendő tesi osztályba. Mindenfajta utánzó mozgások, szöddelések, hajítás van, bukfencek és ilyen fejben eltűrhetőket kell felmérnünk. Plusz ráadásul van még egy fenti vizsga a leendő tanítónénikkel, és ebből a kettőből adik össze az ő kis pontszámok. Mozgás, koordináció, magatartás, hogyan tudja a hibáját kijavítani esetleg abban a gyakorlaton belül, hogyan tud figyelni, mit kell csinálni, mennyi most csak a végrehajtása, mit csinálsz valóban, azt kértük tőle ebben a néhány 8-9 állomás helyen, körülbelül ennyi, amire most figyelnünk kell. Még fenn zajlik az összeírás, az óvodás szerinti összeírás, lejövünk ide, mindenki meg fogja nézni a pontos pályarajzot, utána a csoport egyik felét elküldjük a tanítónénikhez, a másik lent marad, mennek még egy próbakört, aztán maga a felmérés, és jelünk fél időben. Jövő héten pedig értelemszerűen cserébe kezdődik az egész felmérés. Látva az előző fél évben szerintem már erősen készült a óvodában is, mindegyszer két számunk az Ovi Olimpia kapcsán. Tudják azt, hogy körülbelül milyennek a tétje. Igazából olyan nem mennék bele, hogy otthon mit hallnak a kedves szülőtől, az biztos, hogy most néhánynak a kisebb ilyen kis sorsa eldől egy pár évre, viszont azt hangsúlyoznom kell, hogy ez igen, csak játék, képességfelmérés, ami lehetne bőven javítani, ez egy jó pár évben. Nem könnyű a szabály betartása, a várása az ennek a sorára, hiszen egy hosszú, jó kétórás műsorszám lesz. Tatára érkezett a Családbarát Rócsú. Erről múlt hét szerdán adtunk tájékoztatást. Idén már harmadik alkalommal várta az érdeklődőket az Alzheimer Café, és Tatára látogatott a Könyves Szerda sorozat jegyében Sallai Zsuzsanna. A Volt Piarista rendházban szervezte meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Az országos roadshowját, amelynek állomása március 11-én Tata lett. A szervezet a családok életéhez kapcsolódó ágazatok szakembereinek, illetve szülők számára is kínál ingyenes képzési lehetőségeket, többek között erről is tartottak tájékoztatót a rendezvény során. Köztudott, hogy Tata város önkormányzata támogat minden családbarát kezdeményezést, hiszen a város már több ízben háromszor is elnyerte a Családbarát önkormányzat címet. 2013-ban, 2015-ben és legutóbb a 2019-es esztendőben adományozta az önkormányzatnak ezt a díjat a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Ezért örülünk annak, hogy ez a mai konferencia Családbarátság a mindennapjainkban címmel Tatát választotta helyszínéül. Ez egy olyan konferencia, amely annak a Családbarát Ország projektnek a része, aminek a keretében itt a városban már létrejött a Csakpont, és nagy sikerrel működik is, ennek is nagyon örülünk. És hát általában véve az önkormányzat célkitűzéseivel összhangban van minden ilyen rendezvény, hiszen bár vannak olyan vélemények, melyek szerint a család manapság válságát éli azoknak a kihívásoknak a következtében, amik a 21. századi társadalmi, gazdasági és politikai körülmények miatt a családot érintik. De mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban a családokat alkotó egyének azok, akik beviszik ezekbe a kis közösségekbe azokat a lelki és egyéb válságokat, amelyekkel küzdenek. És éppen a család az az intézmény, amely olyan örök értékeket hordoz magában, ami lehetőség ad arra, hogy ezeket a problémákat kezeljük, és éppen ezért támogatni kell, hogy mindenki lehetőleg Magyarországon családban tudjon élni, családban nőhessenek fel a gyermekek. Idén már harmadik alkalmához érkezett az Alzheimer Café névre keresztelt rendezvénysorozat a Tatai Idősek Klubjában. Március 11-én Telek Erika, gyógypedagógus, mozgásterapeuta tartott interaktív és felettébb hasznos előadást. A mai nap is egy olyan homlokleben gyakorlatokat, mert most elsősorban azért a legtöbbet ma mozogni fognak, ami a legfontosabb nekik, és egy olyan területről fogok beszélni, amit nem fogok tudományosan ismertetni velük, csak nagyon érintőlegesen, de a gyakorlatokon keresztül meg fogják érezni, hogy mennyire fontos a frontális, illetve homloklebeny
fejlesztése, mert egyre több emberre találkozunk értelmes, nagyon tanult professzorokkal, akik az Alzheimer és a demenciával küzdködnek, és ez a homloklebeny a demenciára nagyon-nagyon hat. És ezekkel a gyakorlatokkal, amelyeket 40 éves kortól, 90 éves korig nagyon ajánlott, és intenzíven jó lenne csinálni, amit nem kell ugrabugrálni az időseknek, hanem helyben, de olyan érdekes gyakorlatok, amelyeket saját magán az ember, ha megtapasztalja, akkor rájön, hogy ezt a területet nem használjuk. Az idei esztendőben a program sorozaton a részvevők már néztek filmet, kézműves foglalkozás is várta őket, így a márciusi testmozgásban gazdag előadás is újdonságnak minősült. Már több éve megy itt a klubban az Alzheimer Café. Az a megfigyelésünk, hogy az elején sokkal többen jöttek, tehát akár a város lakossága, a hozzátartozók is. Az idősek nagyon érdeklődőek, tehát most is ugye elsősorban szerintem idősek fognak jönni. Hozzátartozóknak is szólunk, ugye a rádióba és tévébe is reklámozzuk, úgyhogy ez jó is nekünk reklámnak, hogy minél többen szeretnénk, hogy jöjjenek, mert azért azt hiszem az Alzheimer és a demencia az bárkit elérhet, hozzátartozók közül az időseket is, de hallottam már olyat is, hogy 50 éves is diagnosztizáltuk 50 évesnél is. Az Alzheimer Café minden hónap második szerdáján várja az érdeklődőket Tatán az idősek klubjában. Március 11-én folytatódott a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár közkedvelt Könyves Szerda sorozata. Ez alkalommal Sallai Zsuzsanna, kilencszeres túlélő, ultrafutó, versenyszervező, valamint a Visszadobtak című könyv írója látogatott el városunkba. Úgy is hívunk meg írókat, hogy olvasók vagy ismerősök ajánlják. Ő erre egy tipikus példa. Az egyik ismerősöm hívta fel a figyelmemet rá, kapcsolatba léptem vele, kértem, hogy küldjen egy könyvet, és amikor leültem és elolvastam az első könyvét és az eddigi egyetlen könyvét, akkor döntöttem úgy, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt a tatai közönségnek, hogy hogyan alakítja át egy ember az életét, egy olyan ember, aki születése óta kvázi betegnek tekinthető, megjárta a maga útját, aztán talpra állt, életmódot váltott, új utakat keresett, és igazából azt lehet mondani, hogy kilencszeres túlélő, hiszen akik a könyvet elolvassák, illetve ezen a rendezvényen részt veszik, el fog hangzani, hogy kilencszer élesztették újjá, négy gyermekes édesanyja és ultramaratonokat fut azóta is. A motivációs életrajzi könyv egyértelműen nagy inspirációt ad az olvasó számára, ami Sallai Zsuzsa felé is ösztönzés. A pozitív gondolatok pedig nélkülözhetetlenek az írónő életében, hiszen nagy tervei vannak a sportot illetően is. Maga Visszadobtak az igazából teljesen engem jellemez, hiszen 13 éves koromban egy olyan szívműtéten estem át, aminek nem volt igazán esélye, hogy én ezt túlélem, és aztán az életem folyamán 30 éven keresztül 9 olyan újraélesztésen mentem keresztül, ami szintén nem adta volna meg azt a lehetőséget, hogy most itt álljak és mint ultrafutó beszéljek. Ez egy teljesen véletlen és mindenféle sorozatnak az eredménye, hogy én elkezdtem futni. Ez egy nagyon tudatos olyan szempontból, hogy mikor véletlenek már összejátszottak, akkor onnantól kezdve pedig egy tudatos döntés volt, hogy én mit szeretnék. És az, hogy miért sportegyesület vezető és miért versenyszervező és minden, ez mindez abból adódik, hogy én egy gyerekkori álmomat akartam megvalósítani, és miután rájöttem arra, hogy minden belülről indul el, így innentől kezdve semmi más nem csináltam, csak ráléptem erre az útra. A Könyves Szerdán lehetőség nyílt a mű megvásárlására, dedikáltatására, valamint a felmerült olvasói kérdésekre is választ kaphattak a megjelentek. Március 12-én számoltunk be híradónkban a Kunidomokos Múzeum és a Szövetség Tatáért Alapítvány új közös kezdeményezéséről. Ehhez a későbbiekben majd a lakosság segítségét is kérik. Hamari Dániel sírhelyénél tartott megemlékezést a Honvéd Bajtársi Klub és az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek a Jászmin utcai általános iskolában.
Tatai kerékvetők és kapuajak címmel indított helytörténeti gyűjtést a Szövetség Tatáért Alapítvány, valamint a Kuni Domokkos Múzeum. Az elmúlt évek kutatása megközelítőleg 200-200 építészeti remekművet tárt fel a városban, azonban a közös munka kezdetével számos új kihívás vár a projekt részvevőire. Az indulás az talán az, hogy a városvezetésében dolgoztam, és részletesen megismertem a várost, a város értékeit, adottságait, és magát a várost. Én akkor szembesültem vele, és azóta is hiszem és vallom, hogy kevés ilyen csodálatos település van, mint Tata. Ennyi értékkel, ennyi csodával, természeti adottsággal. Tehát érdemes ebbe belegondolkozni, és kívánom mindenkinek, hogy gondolkozzon el ezen úgy nyugodtabb pillanataiban, mert fantasztikus. Most nem megyek bele a részletekbe, és ennek kapcsán jött, illetve ez volt az egyik momentum, a másik pedig az, hogy munkám során ugye szintén hasonló gondolkodású akkori Városgazda Kft. Vezetőjével felújítottuk és emléktáblát avattunk a Hősök terén lévő 70-es kilométer kőnél, ami egy országos utat jelez, Budapesttől való távolsága Tatának 70 kilométer volt, és ezt ott egy emléktáblával és egy felújított kis környezettel segítettük megismertetni. Azt gondolom, ez volt egy olyan indítás. A folyamat az meg már magától jött, mert a munkám során sokat jártam a területen, és vettem észre a különböző adottságú köveket. Azt megelőzem korábban egy építkezésnél, én is magam is elhelyeztem kerékvetőt, tehát az affinitásom az megvolt, ez meg csak egy megismerést hozott számomra, hogy fantasztikus, hogy Tatán mennyi van. A március 12-én tartott sajtótájékoztatón kiderült, a múzeum nagy örömmel fogadta a közös munkára való felkérést, hiszen az intézmény profiljába tökéletesen beleilleszkedik a város 18. valamint 19. századi kutató munkája. Néhány éve kezdődött az egész folyamat, amikor Horváth Lóránt felkeresett bennünket, hogy a kerékvetőkről egy katalógust készítsük, vegyük számba azokat az értékeket, amik Tatán ebben a témakörben megtalálhatóak. És ahogy haladt az idő, úgy mindig egy kicsit újabb ötlet és ötlet fűszerezte meg ezt a gondolatsort, amikor is eljutottunk az idejévbe oda, hogy kiterjesztettük a kerékvetőket a kapuzatokkal együtt, hiszen a kettő együtt értelmezhető egy egységként, és sokkal több értéket tudunk egyszerre bemutatni. Kerékvetők és kapuk, ezek az egykori településnek kiemelkedő pontjai voltak, nem csak a nagyon gazdagok engedhették meg maguknak, a mindennapi szükségszerűség is kívánta, hogy a szekerek közlekedése véget is be lehessen jutni a telkekre. A kerékvetők és a kapuzatok mindemellett azonban utalnak a társadalmi hierarchiára is, emiatt nagyon jó település történeti forrásokat is biztosítanak számunkra, és nem utolsó sorban Tata, ahol műemlékekben roppant gazdag épületállomány van, próbáljuk ráirányítani ezen keresztül a figyelmet arra is, hogy ezek az értékek itt vannak hát részben a lábunk előtt, vagy a szemünk előtt, és hogy valamilyen módon tudjunk kötődni, megismerhessük ezeknek a kapuzatoknak, akár épületeknek is a történetét. A tatai kerékvetők és kapuajak elnevezésű projekt a tataiak segítségét is kéri a kezdeményezés sikere érdekében. A 18. század végén, 19. század elején élte aranykorát a kerékvető, azaz építészeti kiegészítő, amely a kapuk alját díszítette. Funkciójuk azonban nem az ingatlanok esztétikájának növelését szolgálta, sokkal inkább a kor járműveinek közlekedését, főleg a bejáratból történő fordulást segítették. A Kuni Domokos Múzeum a Szövetség Tatáért Alapítvánnyal közösen keresik az ominózus terelőket, valamint kapualjakat, amikre most a lakosság segítségét is kérik. Igazából bármilyen olyan visszaemlékezést várunk a tatai lakosoktól, a tatai háztulajdonosoktól, akiknek akár egy kellemes emlékük, egy olyan visszaemlékezést le tudnak mondani, akár a kerékvetőhöz kötődően, ebből nem biztos, hogy olyan sok lesz, de biztos több lesz, ami akár a kapuval kapcsolatban, egy új kapu építésével kapcsolatban, vagy felújításával kapcsolatban merül fel, és igazából ezen a szinten magának a háznak a története is a képbe fog kerülni, tehát ez elengedhetetlen, és ebből a szempontból elmondhatjuk azt is, hogy ez a kerékvető projekt akár egy későbbi másik tatai helytörténeti, háztörténeti, épülettörténeti
gyűjtőpályázatot is elő tud készíteni. Nyilvánvalóan annak is örülünk, hogyha valaki a saját maga által elkészített jelenkori felvételt, a jelenkori állapotot tükröző felvételt a rendelkezésünkre bocsátja. Ha erre nincs lehetősége, akkor felveszi a múzeummal a kapcsolatot, és mi fogjuk elkészíteni természetesen a felvételt. Itt gondolhatunk arra is, amit fontos kiemelnünk, hogy ezek a kerékvetők például nem csak az utca fronton álltak, hanem hogyha egy kapualjat veszünk alapul, akkor annak akár a belső felén is, ami ugye hát magánterület, az a kedves tulajdonosnak a döntése, hogy ebbe belátást enged a számunkra, vagy pedig esetleg tényleg, hogyha ennyiben kívánja a projektet támogatni, akkor ő maga egy felvételt készít róla. Ugyanez vonatkozik az archív felvételekre is, tehát hogyha a kedves háztulajdonos rendelkezik a technológiával, akkor úgy is elküldheti nekünk a digitalizált változatot, de mi is nagyon szívesen elkészítjük. A kapualjak esetében mindenképpen kiemelkedőek azok a kapualjak, kapuk tulajdonképpen, ahol a kaputartó oszlop valamilyen olyan jelleget képvisel, ami archív formájában tudott fennmaradni, gondolva itt egy tardosi mészkőből kifaragott kapuzatra, vagy akár egy kőkeretes kapura, de ugyanígy érdekel minket, izgalmasan tekinthetünk azokra a kapukra, amik a faszerkezeti ácsmunkáján keresztül maradtak fenn hosszú éveken keresztül. Az almási úti temetőben Hamari Dániel sírjánál helyezték el a megemlékezés koszorúját a Honvéd Bajtársi Klub tagjai. Hamari Dániel ugyanis Tatán született, majd 1847-ben orvosként helyezkedett el a fővárosban, 1848-ban pedig jelen volt a 12 pont kihirdetésénél is. Ahogy a történelmi ismereteinkből tudjuk, március 12-én már a forradalom szele odaérkezett Budapestre. Tatára még nem, de aztán hozta Hamari Dániel is. Na most dr. Hamari Dániel tüzér, főhadnagy, Tata életében, és hát nem csak a Tata életében, hanem a 1848-as forradalom és szabadságharcban nagyon jelentős szerepet játszott. Hogy ott volt a Pirbasz kávéházban, azt tudjuk, utána a forradalom összes színein, azaz kiviselte az akkori ifjúságot. Erről nagyon szépen fog majd mesélni mindjárt Nemes János élete kapcsán, de amit a forradalom után tett itt Tatán, mint orvos, mint közéli személyiség, nagyon sokat tett. Ezért érezzük fontosnak, hogy minden évben itt emlékezzünk. Hát a koronavírusra mi is tudjuk az intézkedéseket, de úgy gondoltuk, hogy ez a kis csapat csak eljön ma ide az almási temetőbe, és leteszi koszorúját, virágait Hamari Dániel emlékére, illetve a sírja előtt. Még csak annyit, hogy számomra, nem csak számomra, számunkra, meg sokak számára, a nemzeti ünnepén közül a legdicsőbb, és a, hogy mondjam, az, amit legjobban tisztelünk és szeretünk, az 1848-49. március 15-e. És nem csak ma leszünk itt, hanem élnünk kell sajnos ebben a tudattal most, hogy ugye be kell tartanunk minden olyan rendszabályt, amit be kell tartanunk, de úgy gondolom, hogy ott kell lennünk majd a várba is vasárnap, és el kell helyeznünk az emlékezés virágait, emlékezve 1848 őseire. Mi itt most megtesszük Hamari Dániel sírjánál. Ahogy minden esztendőben, úgy idén sem maradhatott el a Jászmin iskola megemlékezése március 15-éhez közeledve. Az intézmény harmadik osztályos tanulói hosszú hetek óta készültek, hogy méltóképp állítsanak tiszteletet az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hősei előtt.
Magát a nemzetünnepeket ugye megemlékezés formájában minden évben október 23-a, március 15 megtartjuk. Ezen kívül harmadik osztályban az olvasmányokban már megjelenik március 15-e. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a témakört, szívesen foglalkoznak vele, szeretnek hallani ezekről a dolgokról. Figyeltük az időjárás jelentést, ugye megkaptuk a tanker felhívását, hogy 100 fő fölötti rendezvényeket nem tarthatunk meg, mivel iskolánk létszáma 200 fő, tehát ez egyből ugrott. És azt találtuk ki, hogy az időjárás jelentést néztük, hogy ma nagyon szép idő lesz, és az udvaron megtartjuk, hiszen a harmadikosok készültek a műsorral, lelkesen és nagyon ügyesen. március 15-én nyomtatták ki először a magyar sajtó első szabad termékeit. 1990 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar sajtónapját. Múlt hét pénteken foglaltuk össze adásunkban a Tatai helyi akciócsoport soron következő ülésének eredményeit, valamint a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tájékoztatóját a támogatói szolgálat kapcsán. A szabad sajtó napja alkalmából köszöntöttem Tataváros önkormányzata a helyi média munkatársait. Az eseményen Méhű József Tata polgármestere mondott beszédet, amelyben többek között a Tatai Televízió 30 éves és a Tatai Patrióta 5 éves fennállásának is gratulált. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban az idei esztendőben eljöttek, hogy együtt tudjunk arra gondolni, arról beszélni és azt megköszönni, hogy mi minden jó dolog származik a média munkatársaitól, hiszen, ahogy szoktam mondani, az evangéliumot, a jó hírt ők közvetítik ma, és az ő dolguk az, hogy mindenki felé eljuttassák, mi minden jó dolog történik. Persze, hogy a nehézségekről, a gondokról vagy a tragédiákról is kell nekik írni, de ugye mindenki jó hírt szeret vinni, tehát nem szeret soha senki a huhogók közé tartozni, úgyhogy így egy, nem egy könnyű szakma, és igazából tényleg minimum évente egyszer ilyenkor március 15-e kapcsán szabad sajtó napján feltétlenül kötelező megünnepelnünk, vagy megemlékeznünk erről. Vér Vilmos valamikori újságíró, aki a Harangláb című lapot szerkesztette, sőt tulajdonolta és vitte, ő volt az, aki egyszer egy kis írásában azt megjegyezte, hogy hát azért illene a városnak erről megemlékezni, és hát nekik miért nem köszönik meg ezt külön. És én nagyon hálás vagyok neki ezért az akkori felvetésért, és azóta is tartjuk ezt az alkalmat. Most már a kezdetektől itt a Pikant étteremben, úgyhogy ez egy ilyen hagyományossá vált most már a helyi és a megyei újságírók, média munkatársak számára. Nagy-nagy köszönettel tartozunk nekik, hiszen az a munka, amit nap mint nap el kell végezniük, és tényleg sokszor nagyon szörnyű, nehéz körülmények között, unalmas helyszíneken esetleg, de mégis kedvesen, mosolyogva tudósítani valamiről, az nem mindig egy könnyű feladvány. Úgyhogy hálásan köszönöm minden Tatai nevében, aki olvassa, nézi, hallgatja a megye médiumait. Végül pedig szeretnék gratulálni a 30 esztendős Tatai Televíziónak, az 5 esztendős Tatai Patrióta magazinunknak. Jó érzés az, hogy ezek a szolgáltatók ilyen szép kort éltek meg. Van, aki még kezdő, 5 éves születésnap is már egy nagy dolog a mai világban. Hát még egy 30 éves születésnap, amikor a Tatai Televízió azzal, hogy folyamatosan naponta tudósít a város életéről, nem csak azt tudta elérni, hogy ezek a napi tudósítások elkészüljenek, hanem azt meg is őrizte, és egy hatalmas adatbázis, egy hatalmas élő történelem van a szekrényekben, amelyet majd reméljük az unokáink is még látni fognak, és egy kicsit belepillanthatnak képernyőn keresztül is, nem tudjuk akkor majd milyen lesz a képernyő, de minden esetre belepillanthatnak a mi életünkbe. Úgyhogy Isten éltesse a média munkatársait, hálásan köszönjük a munkájukat. Március 13-án ülésezett a helyi bírálóbizottság, majd a helyi akciócsoport. Ez alkalommal 4 beérkezett pályázatról kellett dönteniük a tagoknak. Ez a CLLD pályázat, ez úgy néz ki, hogy ezen belül alakult egy helyi akciócsoport, aminek 15 tagja van.
ők határozzák meg, hogy milyen irányban történnek ezek a pályázati kiírások. A pályázat kiírások megtörténtek, melyekre különböző pályázatokat tudtunk befogadni és értékelni. Az egyik fő pályázati lehetőség, amiben az önkormányzat is pályázatot tud benyújtani, az az úgynevezett kulcsprojekt, ami a Magyari Zoltán Tudásközpontnak a fejlesztését jelenti. Tatán az Ady Endre út 12-14 alatt lévő tisztiklubot szeretnénk úgy kialakítani, hogy egy közösségi tér legyen, egy közösségi kávézóval, egy túrinformirodával, közösségi terekkel. Ezek az úgynevezett ESZA felhívásokra, tehát egy szoftelemekre, különböző programokra, programokra érkeztek be felhívások, és erről sikerült dönteni a bírálóbizottságnak. A helyi akciócsoportnak pedig azért kellett most összeülnie, hogy ezt a bírálatokat elfogadja, jóvá hagyja, hogy tovább tudjuk küldeni irányító hatóságnak további átvizsgálásra, ellenőrzésre. Több mint egy évtizeden működik városunkban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat által működtetett támogatói szolgálat. A program az idős, valamint súlyosan fogyatékos személyeket segíti a mindennapokban. Máltai Szeretetszolgálat Tata városában egy nagyon ismert, régóta, 30 éve működik itt a szervezet, rengeteg programmal, ételosztással, egyéb dolgokkal, és most már azt vettem észre az utóbbi években, a televíziónak is köszönhetően, az idős napközünk is egyre ismertebb, és nagyon sokan járnak a program, és a beiratkozott tagjaink száma is jelentősen növekedett az elmúlt 2 évben, viszont tényleg az talán kevésbé ismert, hogy van egy úgynevezett támogató szolgálatunk. Ez egy olyan szociális alapellátási forma, ami nem egy intézményben várja a rászorulókat, hanem két személyi segítővel dolgozom, két gondozó ápolónő kolléganővel, és van egy akadálymentesített autónk, és az otthonukban próbáljuk ellátni azon rászoruló tatai lakosokat, akik valamilyen sérüléssel, fogyatékossággal kénytelenek együtt élni. Ezt a szolgáltatást csak azok vehetik igénybe, akik úgynevezett fogyatékossági támogatás ellátásban részesülnek, ugye ezt a Magyar Államkincstártól igénylik, illetve olyan gyerekek, kell is dolgozunk együtt, akik utána szüleik a sérülésükre, fogyatékosságukra, tartós betegségükre tekintettel emelt családi pótlékban részesülnek. Úgy értsd ezt, hogy az összes vak, hallássérült, mozgássérült, értelmi sérült embert, aki rászorul, mi be tudjuk vonni a támogató szolgáltatásunkba, és velük tudunk együtt dolgozni. A támogatói szolgálat igénybe vehető a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonában a Vasút utca 64 szám alatt, valamint a 383-478-as telefonszámon is elérhető az intézmény. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Március 16-án hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Műsorunk legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik, de addig is kövessék figyelemmel napi híradónkat. Én szép estét kívánok Önöknek, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!